tudja, hanem találják a magyarázatot. A francia kapcsolat a Wall Streetig vezet. Figyeljük a drótot, hogy lefüleljük a kábelt. Folytatódik a Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. A pénznek nincs szaga. Mi mégis szimatot fogtunk. Köszönjük ismét a kedves hallgatókat, megyünk tovább a Millás reggelivel itt a 90.9 Jazzy Rádion, 9:42 így. Hogy rohan az szerda idő? Reggel, igen, nagyon, úgyhogy alig van már egy pár percünk, hogy befejezzük a műsort, még addig jó sok tartalmunk van, itt vagyunk Ács Gáborral. És Gede Balázsa. És a 0630-2010-909-el Kecs írja, hogy nagyon bírom, hogy tartjátok a napi kötelező Fábiá Julit, csak így tovább. És mert a héten még nem is volt szerintem, de mindig szívesen. Be, ha, abszolút. Igen. A házitról pedig kedvesen a 70-es évekre teszi, hogy én utoljára szakács voltam. Viszont arról is tud, hogy Ácsnak viszont nem sokára szülinapja lesz. Jól bírja az öregséget, teszi fel a kérdést, vagy már tervezi a hetet hét országra szóló kirándulás? Még nem foglalkozik ezzel a kérdéssel. Jaj, dehogy nem. Még az odébb van. Dehogy nem, te is papperesedsz már hallani időnként megnyilvánulásokban. Majdnem jön. Nem kellett volna műsorom, de sikerült sutyiba elcserélnem, úgyhogy legalább ezt megúszom. Az igazi szekálást megspóroltam. Hogy akkor erre ment ki? Nem erre ment ki, mert hogy én szívom azt, hogy te öregedsz. Nem. Ez nem az? Nem. Ez verseny, verseny is van aznap, és menni kell, de hát azért mégis kellemesebb Nedők társaságában fogom túlélni az első napot, amikor én is elérem azt a bizonyos egy határ. Jó idegszénsorsás. Egy jó idegszénsorsás. Kielemeztem a Magyar Nemzet cikket, amit a hírekben idézett Czoller Andi, és van benne egy-két fontos információ, amúgy tele van köztudott infokra, amelyeket nagy saját leleplezésként tálalnak az uniós vakcinaigazolványról. Holnap ezt részletesen akkor majd megbeszéljük az utazós rovatban. Ami holnap után lesz természetesen. Ja, holnap után, tényleg. Igen, akkor holnap után. Most viszont másmilyen rovatunk van. Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy totál zöld, de mégis mennyire? Nagyon csúcszöld? Maxi zöld? Fantasztikusan zöld? Abban egyetérthetünk, hogy semmiképpen sem szürke, még 50 árnyalatban sem. Szuperzöld. A Millás reggeli megújuló energiával, fenntarthatósággal és környezetvédelemmel foglalkozó rovata következik. Együttműködő partnerünk a Green Collect Kft. A vállalkozások szakértő partnere. Green Collect. Hulladékgazdálkodásban otthon. Annak próbálunk utána járni, hogy hogyan állnak az erdeink, és hát laikusként, amiket látunk, hogy ez esetleg baj, hogy így nagyon vigyázba állnak fák, ugye ezek ilyen láthatóan új telepítések, hogyha eltekintesz a hegyoldalba, ott egy ilyen szögletes bevarrása, egy ilyen foltként díszeleg az erdőn, itt ott furcsaságok, hogy milyen állapotban romlanak az erdeink, vagy ez egy természetes erdőgazdálkodási folyamat eredménye, amiket látunk. Gáhidi Lászlóval, a WWF Magyarország erdőprogramjának vezetőjével nézzük ezt. Tehát jó reggelt kívánunk! Jó reggelt! Mit lehet elmondani az általános állapotáról hazai erdeinknek? Hát nyilván erdészemmel más állapotban vannak, tehát azt el kell mondani, hogy a hazai erdőgazdálkodás az európai színvonalú, sőt világszínvonalú, tehát ilyen értelemben nem érheti szó a ház elejét. Természetvédelmi szempontból viszont sokkal inkább más a kép. Tehát ugye van egy örökségünk, amivel dolgozni kell, ez azért sokkal rosszabb, mint a környező országokban, tehát a Kárpát-medencének ez az alsó része, ez nagyon-nagyon meg lett dolgozva az elmúlt évszázadokban. És hát ennek következménye, hogy az erdeink, amit erdőnek mondunk, ugye, meg amit papíron, statisztikákban erdőnek tartunk, az valójában nem is erdő, hanem faültetvény. Tehát az akácosok, a nemesnyárasok, a telepített, homokra telepített fenyvesek például, ezek nem igazi erdők, ezek gyakorlatilag ültetvények, sokkal gyatrább élővilággal, növény és állatvilággal, mint ami a hegyvidéken maradt. De ugye ami a hegyvidéken maradt, az is nagyon-nagyon át lett alakítva, tehát ez a profi erdőgazdálkodás, amit folytatunk most már 200 éve, ez gyakorlatilag teljesen átszabta az erdőknek a korszerkezetét, a faj összetételét, stb. Tehát nem olyan erdők vannak Európában, úgy általában sem, mint a távolabbi kontinenseken, de azon belül Magyarország még egy kicsit, hogy mondjam,
még inkább át van alakítva. Milyen veszélyeket hordoz ez, és mit lehet tenni esetleg, hogy egy korábbi egészségesebb állapot álljon vissza? Igen, ez valóban olyan jellegű veszélyeket hordoz, hogy ezek a nagyon átalakított erdők, ezek nem egészséges ökoszisztémák, tehát ilyen hiányos rendszerként működnek, ez lehet, hogy egy picit furcsán hangzik, de ugye képzeljük el azt, hogy egy olyan erdő, amiben minden növény és állatfaj megtalálható, ami korábban is, tehát most gondoltunk bármilyen típusú erdőre, a dél-amerikai esőerdőktől a szibériai tajgáig, akkor működik jó, hogyha ott minden megvan a jaguártól, az anakondán át az orhidáig, vagy a Szibériában ugye a medvék jelen vannak, stb., ami oda tartozik. Tehát, és nyilván ugye itt ezernyi, meg tízezernyi, meg százezernyi olyan fajról beszélünk, ami sokkal láthatatlanabb, meg kisebb jelentőségű, de ahol ezeknek mondjuk a fele már nincsen benne az erdőben, mert teljesen átalakítottuk, ott ugye ezek nem működnek egészségesen. És hát Magyarország is ebben a veszélyes helyzetben van ilyen szempontból, ráadásul ugye jön a klímaváltozás, ami egy ilyen nagyon-nagyon komoly stresszt jelent, tehát egyrészt ugye a hőmérsékleti eltérések, főleg a nyári időszakban, hát ugye ezt most a napokban is tapasztaljuk, másrészt ugye a csapadék eloszlásnak a felborulás, az olyan stresszt jelent a növényzetre úgy általában, amit önmagában is nagyon nehezen viselne, de úgy, hogy ez lényegében az erdőgazdálkodásra idézőjelben súlyosbítjuk, tehát évről évre ugye vágunk ki darabokat a hegyoldalból, olyan erdőket tartunk fönn, amik ilyen kevésbé egészségesek, ez gyakorlatilag egy ilyen további romlásnak a meleg ágya, mondhatjuk így. Tehát, ha jól értem, akkor az erdőgazdálkodás és a klímaváltozás együtt okolható a romlásért. Mit lehet tenni, vagy mit kellene tenni annak érdekében, hogy javuljon a helyzet? Hát mindenképpen abba az irányba kéne elmozdulni, hogy az erdők lehessenek olyanok, mint voltak régen, tehát természetesebbé váljanak, és ez egy csomó helyen nem is kéne igazán komoly, hogy mondjam, tervezési beavatkozásokat, vagy tervezéseket érvényre juttatni, hanem egyszerűen, ha magára hagyjuk az erdőket bizonyos területeken, tehát itt elsősorban a védett nemzeti parki területekre gondoljunk, akkor ott azok szépen apránként kis túlzással ugye őserdővé alakulnak, vagy hát elindulnak ebbe az irányba, és ez gyakorlatilag azt hozza magával, hogy egészségesebbé válnak, ugye sokkal több szemet tárolnak ezek után, tehát ez így a klímaváltozás szempontjából tudjuk, hogy jó, minél öregebb egy erdő, minél inkább hasonlít az őserdőre, annál több szemet tárol, annál jobban őrzi a helyi klímát, annál több fajnak ad otthont, és igazából semmit nem kéne tennünk azért, hogy az erdők el tudjanak mozdulni ebbe az irányba. Nyilván ezt mindenhol nem lehet megcsinálni, tehát ez az erdőterületnek a pár százalékára vonatkozhat. Máshol egy olyan erdőgazdálkodást kellene bevezetni, amire vannak egyébként már jó példák, például Budapest környékén, ez a szállaló, vagy mostani szóhasználattal örök erdő üzemmód, amikor nem vágjuk le az egész erdőt, hanem szállanként kis csoportokban történik a fakitermelés, és ez legalább azt megadja nekünk, illetve az erdőnek egész pontosan, hogy az erdő klíma az nem szűnik meg, hiszen nem válik szabaddá a terület, nem válik csupasszá a hegyoldal, nem kapják el a szelek, a forró időben sem szárad ki a talaj, tehát ez egy nagyon fontos. Tehát ilyenkor gyakorlatilag csak ritkítják gyakorlatilag az erdőt, ugye? Tehát a szállonkinti vágással, de nincsenek tarvágások. Így van, az egyébként a hagyományos erdőgazdálkodásnál is része a folyamatnak, hogy egy darabig, ugye a gyérítés, ez a gyérítés, szakszorá, igen, de egy ritkítás így talán így is érthető. Tehát ugye egy darabig, néhány évtizedig az megy, hogy csak a fák egy részét vágják ki, de utána jön az úgynevezett véghasználat, vagy síkvidéken ezt tarvágásnak hívják, amikor az egészet úgy, ahogy van, lekapják több hektáron az ott esetben. Na most ez az, ami az örök erdőnél nincsen, hanem folyamatosan megy ez a szedegetés, és ez egy kipróbált módszer egyébként, tehát tőlünk nyugatabbra az Alpok országaiban ennek ugyanolyan évszázados hagyományai vannak, mint ennek a vágásosnak, de tehát más alapokon. Egyébként nálunk is az őrségben ez lényegében így a családi erdőgazdálkodásnak egy ilyen töretlen hagyománya.
Területileg hogyan állunk az erdőkkel? Csökkent, nőtt esetleg az erdős területek aránya? Mit lehet erről elmondani? Hát ez mindenképpen el kell mondani, nőtt, tehát ugye az elmúlt század elején, tehát az 1900-as évek elején volt a minimum, akkor olyan 10-11% erdő borította a mai magyarországi területet, amit aztán sikerült feltornázni 22%-ra, tehát ez a növekedés ez abszolút szabad szemmel látható, mondhatnánk, hogy megdupláztuk az erdő területet, de hogy az elején beszéltünk róla, ez azért döntő részben ilyen ültetvényeknek a létrehozását jelentette, nem az igazi természetes erdőterület, ami növekedett, és hát ugye ez az intenzív erdőgazdálkodás, ami főleg a 70-es, 80-as években érte el a csúcsát, azért az egész erdőterületet nagyon-nagyon meggyengítette, ebből kéne egy kicsit visszafordulni, és hát szerencsére más európai országokból is tudunk példákat meríteni, mert például Németország, ami Európában egyébként egy ilyen mint a ország az erdőgazdálkodásnak, hiszen ahogy a németek sok mindent jól csinálnak, ezt is tudják jól csinálni. Ők is elindultak ebbe a természetesség irányba. A balkáni országokról nem beszélve, a Szlovénia egyébként a legjobb példa, hogyha valaki megy a tengerhez és egy kicsit nézelődik az autóba, akkor látja, hogy teljesen más erdőgazdálkodás folyik, teljesen más, hogy néznek ki az erdők. Ez az, ami felé kéne nekünk is egy kicsit haladni. Hát reméljük akkor a legjobbakat. Nem tudom, hogy ennek például anyagilag van-e akadálya, vagy pusztán elhatározás és technológia kérdése, hogy az erdészetek hogyan gazdálkodnak. Ez egy fontos kérdés, de érdemes tudni, ugye az egész mezőgazdaságnak, mint ágazatnak nincs különösebben nagy súlya a nemzetgazdaságban, azon belül ugye az egész erdőgazdálkodás egy nagyon-nagyon pici szelet, tehát ilyen töredék százalékokban lehet kifejezni, hogy mennyit járul hozzá mondjuk a nemzeti össztermékhez, és ugye azon belül ilyen minimális területekről beszélünk, tehát hogyha ilyen országosan nézzük, akkor ez abszolút csak döntés kérdése, és igazából én úgy gondolom, hogy mivel egyébként az erdőterület nem olyan picike még nálunk se, tehát az ország ötödét tulajdonképpen erdők borítják, mindenkinek az életminőségéhez azért hozzájárulnak, tehát ez nem lenne egy felelőtlen döntés, mondjuk legalább a nemzeti parkokban elengedni ezt a fakitermelés dolgot, mert nem az javít az életünkön, hogy még egy picivel több fát vágunk, ugye jelenleg ilyen trendek is vannak, hanem az, hogy legyenek olyan részek, ahová legalább hétvégén, ha elmegyünk, akkor jobban ki lehessen kapcsolódni, amiről biztosak lehetünk, hogy ez megmarad. Tehát ez egy jó érzés az embernek, hogy olyan országban él, ahol vannak például vadonok, és hát egy védett területeket tulajdonképpen ezért hoztuk létre, ahogy más országokban is, hogy ott legalább ott ne az történjen, az a nyersanyag termelés, ami egyébként az ország nagy részén. Tehát anyagi szempontból ez mindenképpen megoldható, és nem. És azt gondolom, hogy ez abszolút az a jövő iránya, tehát ez enélkül csak a romlás felé haladunk. Igen, ebben egyetérthetünk. Hát köszönjük szépen, hogy egy kicsit átnéztünk hazai erdeink állapotát. Jó munkát és szép napot kívánok. Viszont hallásra. Gájdi Lászlóval, a WWF Magyarország erdőprogramjának vezetőjével beszélgettünk. A Millás reggeli megújuló energiával, fenntarthatósággal és környezetvédelemmel foglalkozó rovata hangzott el. Szuper zöld, hogy a jövő ne szürke legyen, hanem zöld. Oké? Együttműködő partnerünk a Green Collect Kft., a vállalkozások szakértő partnere. Green Collect, hulladékgazdálkodásban otthon. Műsorunkban termék megjelenik.